Na nézzük, srácok, jött új patch, jöttek új karakterek, és jöttek új fegyverek. Csak mondom. Én már sajnos streamen kívül az egyiket feloldattam. Azt hiszem az artifaktát, igen, és még van egy hunterünk is, akit jó lenne most feloldanunk. Meg is nézem, hogy melyikkel tegyük ezt. Talán a ranger-rel lenne könnyű. 300-as plusz 300-as range-et kell elérni. És ez a karakter, ez ilyen, hát konkrétan a hunter lesz. Talán még meg is tudom nektek mutatni. Lehet, hogy nem, de gyorsan megpuskázzuk. Perfect Vision, nem ír ilyet. Viszont streamen kívül itt van október 31-én 15 enemit megöltünk egyetlen egy robbanással. Hát... Úgyhogy elérhetővé vált, srácok, ez az Artifactor karakter. Nem is az a neve, Artificier. Így van. És a Huntert kéne állokkolnunk most azzal, hogy megyünk egy jó Ranger kört. Úgyhogy hadd szóljon. Látjátok, ott az új fegyver, ő a Crossbow. Ő már Medieval fegyver. Ha minden igaz, ő az egyetlen Medieval fegyver jelenleg a játékban. Spoiler, így van. Hozunk egy lézergánt. Sok változtatás jött egyébként ebben a patchbe. Talán a Danger 2-t egy kicsit nerfelték. Azt hiszem, amúgy hangos a játék. Köszi szépen a pergetés, srácok, Arninak. Köszi. Na. Természetesen Danger 5-ös nehézségen megyünk, mert kemények vagyunk. Tehát a range-ünkre kell rakni. Na, tessék, már ismert. 300-as range-et kell összehoznunk. Hát kemény lesz. Én úgy gondolom, hogy ez kemény feladat lesz. Hozunk egy double barrel shotgun-t is. Shredder-t nem hozunk. A medikálgán még lehet, hogy kellene nekünk. 8-as a max HP-nk, az nagyon-nagyon-nagyon kevés. Hozunk egy lézergánt. Ott van a pisztoly. Jó. Megnézzük így, hogy milyen. Hát én hétvégén nyomtam egy pár kör brotétózást, és az a helyzet, hogy Danger 5 wave 10-ig, vagy nagyon max 11-ig sikerült eljutni, úgyhogy hát én keményebbnek érzem a játékot. Ötven órát már bele is pakoltál? Az komoly, Pixelenten. Szia, Lord Feli, hogy lehet PSN band kapni? Én nem tudom, én nem értek ezekhez. Hogy lehet PSN band kapni, Lord Feli? A szomorú. Sajnos a második kör az ilyen gyengusz. Hát egyelőre maradunk a több fegyvernél, mert több fegyver, több bónusz. Tehát most már 40 range-et kapunk. Egy rollt megnyomunk. Nyomunk még egyet. Aha, azt a kupont, meg azt a shotit, azt megfogjuk. Szevasz, balog. Harminc napot kapott valaki PSN. Nem tudtam miért, srácok, hogy lehet PSN ban kapni. Kilenc HP-nk van, úgyhogy nagyon óvatosnak kell lenni. Lassan valami védekező statra kéne pakolnunk. Na hát örülök, hogy sikerült egy újabb szuper játszit mutatni neked, Pixel Hunter. You have returned. Természetesen a range-re pakolunk. Legyenek olcsóbbak a cuccok. Veszünk egy shotit. Amúgy megveszik ezt a lézergánt is. Aha. Kobak! Köszi szépen a 4 hónap töretlen támogatásodat. Srácok, meregjenek a szvegek Kobaknak. Ma jött meg az új billentyűzeted?
Na, milyen billentyűzeted lett? Mesélj! Hát... ez most ilyen üvegágyó build lesz. Az helyzet, itt most bárki minket eltalál, fixen halunk. Ez nem igaz, a legkisebb ellenfél, hogyha eltalál minket, akkor nem lesz gáz. Még sikerült éppen szétszedni azt a fát. Miért pergetünk hájukat, Skorpió? Na, ez a... az ötödik szintünk, tehát itt fixen kék lesz a fejlesztésünk a level up-nál. Hát lehetne rakni a max HP-re, lehetne rakni az attack speed-re. Felpörgött a brotétoltól? Aha. Csak kipróbáltad? Nem feltétlen kell minden üzletet elküldeni, hogyha szeretnétek így kipróbálni az emotokat, mert az úgy látszódik ott az előnézetes üzenetbe is. Azt nem tudom, vágtátok el. Nice! Hát jöjjön a rakétavető. Rakétavető, az nagyokat megy. K-Kron K12. Na, mindjárt ránézünk majd arra. Legyen még több fa? Legyen soti? Amúgy kéne hozni most már akkor Shedert, hogyha van rakétavetőnk. Rakétavető nagyot tud takarítani. Ó, meg amúgy lákra is kéne pakolnunk. Egyelőre jól takarítjuk le az ellenfeleket a pályáról. Nice. Azt mondja, hogy rollolunk egyet. Crit chance, damage, attack speed. Legyen crit chance. Legyen léze, ott a shredderünk. Jó, kivesszük a fát is. Kombózunk shotit. És kikerjük a shreddert. És ott van még egy shredder, meg ott van a következő piszta is. Tökéletes. Ez a T-6 nap, ez a God of War, igaz? Lord Fairy. Azt a ládát nem akartam felvenni. Hú, ott láttam valami 98-as kritet. A Ranger-rel már egyébként nagyon rég sikerült nyerni, tehát... meglepődnék, hogyha most sikerülne egy jó buildet összerakni. Lag? Na jó. Menjen még egy. Na jó. Szegény Plague-tél. Amikor meglátta, hogy brotétozni fogok egy-egy gyorsan. Gyorsan, ugye? Na, 53 pénz. Range. Nem tágítok. Persze. Megfogjuk a pisztolyt, és ott van még egy shredder. Mehetünk tovább. Az is újítás, hogy körök előtt mutatja a várató enemiket a jobb sarokba? Nem, ez már az előző patch óta bent van a minden igaz, tehát ez nem most jött. Az awesome. Nem, jó rémlik, és nem mondok hülyeséget.
Nekem úgy rémlik, hogy az már bent volt korábban is. Na, azt mondja, hogy kérünk crit chance-t. Ott azok lent. Elitek jönnek a 12., 14. és 18. wave-be. Gondolom én. Na, kikérjük a Shreddert, kikérjük a pisztolyt, rollolunk egyet, és akkor van még egy pisztolyunk. Meg még egyet rollolunk, és akkor lesz még egy Shredderünk. Tökéletes. Már elő lehet tölteni a God of War. Hoppá. Nem tudom, hogy hogyan kéne védekeznünk. Talán kéne HP-ra pakolni. Meg kéne a medical gun. Jó, jöhet még egy kis crit. Az a lák... jó, legyen a 30 range, legyen a 30 range. Ott van még range. Lifesteal-t lehetne csökkenteni. Hát végül is... Miért is ne? Ott van Shoti. Azt a Lumberjack-es shirtet, azt megfogjuk. Na, jól van. A HP fejlesztést felezi? Igen? Tényleg. De szívás. Egyelőre nagyon csúnyán kapja az enemy. Negyedik wave. Egy vigiláns gyűrűt össze kéne szednünk, hogyha szerencsések vagyunk. Na hát még egy láda is sikerült. Azt mondja, hogy attack speed range és armor bukunk. Biztos, hogy nem. Ilyet még a range. Favágósat megvesszük. HP regen. 8 HP regen. Ez is amúgy csábító. Azt akarom megnézni, hogy mit csinálunk a range-el pontosan. Van egy crossbow, ami a range-ből scale-el. Aha, melee weapon-ök cooldown-ját csökkenti. Aha. 675-ös range. Hát gondolom, hogy ez jó. Azt mondja, hogy attack speed lifesteal. Nézzük meg a lifesteal nélküli életet. Na hát ez nagyon jó, most így semmit nem tudom. Gyere csak. Itt mindegyik jó. Nem tudom, hogy a V5-ben mennyi pénzt tudunk majd összeszedni. Azt hiszem, hogy ez a nagy range érződik a karakteren. Már csak amúgy dump kéne neki. Nagyon tetszik, ahogy szedjük szét az enemit. Csak hát, ugye üvegágyú, azt a rohadt! Hát nem kérdés, srácok. Megesszük a HP regent. És hát melyik legyen? A Super Shredder? Azt mondja, hogy most van 65%-unk, megvesszük ezt. És így lett, 80% eséllyel szétrobban a lövedékünk. Pumpkin. Legyen a Razer Gun, és akkor ott van még egy pisztolyunk, de azt már nem vesszük ki. A következő reroll az meg már kevés nekünk. HP regen, ez nagyon kell ebbe a buildbe, úgyhogy örülök ennek a paradicsomnak. Szerintem jó döntés volt.
Ez az. Felszippantjuk, srácok. Hát... védekezésre kéne mennünk, de ez a crit chance, ez olyan jól néz itt ki. Van kettő armor is, de az a 10 lak. Azért az, az 10 lak, nem? Megveszik természetesen a jobb pisztolyt. A lézer puskát is. Van itt még nekünk shadowünk. Aha. Megveszünk egy olyan, vagy egy vegyünk olyan gentle alien-t. Hát azzal csak megszivatjuk magunkat. Új, ezek a tojásos ellenfelek nagyon szemetek. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már velük. De hogy így, ezek új ellenfelek. Megjelenik egy tojás, ha nem lövöd szét, akkor egy gusztustalan ellenség jön ki belőle, aki elég undorító ilyen attack pattern-t használ. Ott a tojásos. Tojásos szétszedve, jól van. Van, sikerült szerencsére megszabadulni tőlük. Jó, ott volt egy. Azt mondja, hogy rollolunk. Na, mit lehetne innen? Harvesting, lifesteal, crit chance. Nem láttam jobbat most. 83 ér egy free reroll. Na, a recycle machine az kell. És akkor legyen a gentle alien. És itt van a crossbow, de az nem érdekel minket. Oho, oho, szia Aquila. Oho. Hát jó lenne amúgy egy ilyen shot is. Hát ez nagy kár. Amúgy a citromot is kivesszük. Szerintem tizedik wave felé úgyse fogunk menni, tehát a plague tail az hamarosan kezdetét veszi. Jújjúj, hát ez nagyon rám jött. Kezdem közben felporszívózni itt a pénzeket. Jó, 215-öt sikerült. Range damage a range-ért. Hát 5 range az még talán belefér. Nem. Ó, tényleg, hát 10. szintet elértük. Azt mondja, hogy... 12 damage százalék, 3 armor, attack speed. Jöjjön a 3 range damage. Van itt SMG, pisztolentó. Ilyet egy pisztolentó. A pisztolentókat össze tudjuk tenni. Így. És akkor meglett a legmagasabb pisztolentő, és hozunk egy shotit. Van itt medical gun, ami jó lehet, azt meg is fogjuk. Tudunk venni egy laser gun-t. A laser gun-okat össze tudjuk tenni, és akkor lesz medicalunk is. Na, és akkor lesz még fánk is. Reni! Köszi szépen az egy évet, Reni, mi újság? Bocs, mint arra felé. Regenek, srácok, a szvegek. És gratula az újabb badge-ethez. Köszi szépen a támogatást. 9. wave. Ha ügyesek vagyunk, akkor itt most nagyon sok pénzt össze tudunk szedni, hogyha bénák, akkor meg... Császok, kikapcsolt a kontrollerem. Talán csalsz. Haló? Kontroller?
Ez azért elég szívás volt. De jó, hogy nem jött közbe ellenség. Viccesen nézett volna ki. Hol van, azért van sebzése az ellenfélnek. Jó. Azt hittem, hogy vége. Szia, Connor, szevasztok, srácok. 4 speed, nem. Harvesting. 6% dodge. Hát a semminél több, ott a 3 armor. Ez ilyen nagyon vegyes build. Nem baj, srácok, nem baj. Azt mondja, attack speedért, lack és hard... Ah, hülyeség. Na. Lett egy ilyen lila lézergununk, és hozunk medical gunt. Ami amúgy lifesteal-el, tehát a lifesteal-t azt majd vissza kell hozni. Hát jó, csak most így a 10. wave-ben meglett a 6% dodge, az nagyon kevés, tehát igazából én azt nézem, hogy most a vegyes build az úgy olyan, hogy ezt el kéne hozni. Ez kompenzálna a lifestyle-ünket. Hogy így most ebbe a buildbe minden is van. Talán amúgy a shreddert érdemes lenne összerakni, és akkor kéne még nekünk egy lézergán. Ja. Vagy megfogjuk, rollolunk, és akkor megnézzük, hogy mi van. Hát semmi van, az biztos. SMG. A SMG se lenne egyébként hülyeség. Talán még egy roll belefér. Jó, hát akkor ez egyértelmű. És egyben szomorú. Túl sok az ellenség. Júj! Hát igen, ebből a buildből már csak a sebzés hiányzik, tehát... Sok fegyverünk van, üvegágyúk akarunk lenni, de... Hát... A sebzés az így nincs meg. Na, ez eddig is tartott. Megnézzük ezt az új karakter, srácok, mit szóltak. Szuper útcsoker. Szuper utolsó. Természetesen Danger-öt. Mi más? No. Mehet a dodge. Torcs. Na, még egy shredder. A dynamite az egyértelmű, hogy kell. De ez nem is kérdés, a dynamite az így kell ebbe a buildbe, hogyha már robbantós build. Legalább menőn néz ki tőle a karakterünk. Legalább kipróbáljuk az új karakter, srácok. Így most már nem olyan céltalan ez a brotétózás. Jó.
Hát, igen. Hát, max HP. Még egy Shredder, tökéletes. Aha, igen. Erre vártunk. Igen. Erre vártunk. Az helyzet nem tudom, hogy így a robbanás az mennyit sebez, mert én csak ilyen tízeket látok. De hát... az csak a sima lövés sebzésünk, a robbanás az így nem tudom mennyi lát. Ja, láttam, hogy jó lesz az elemental damage a build-be. Jaja, láttam, hogy scale-elünk belőlem. Max HP. Szia, Bita! Tökéletes, tökéletes. Mondjuk a favágó talán ide nem kell annyira. Elhozzuk a plank-et, csak hogy lássátok, mert ez is egy új item. Tökéletes. Ez ilyen robbanós miri item. 25% eséllyel okozunk robbanást vele. Egy óra kett a vető. Nagyokat mehet ebbe a buildbe mi. Olyan, mint hogyha az explosionünk az ilyen 10-et sebezne, a szevasz. Volt három terület növelőd, igen? Azt mondja, hogy max HP elemental damage. Hát a max HP még. Na nézzük itt, mit lehetne kirakni. Crit chance. Damage százalék. Még egyet rollolunk. Dodge! Na tessék. Lézergán? Nem. Shredder meg a plank. Nagyon jó. Azta! Jó, hát akkor ezt elvisszük. És akkor rolloljunk még egyet? Ah, kár volt. Szia Darth Vidor, szevasztok srácok! Ez most mi volt, amire raktunk? Valamitől megnőtt a sebzésünk. De nem figyeltem mitől. Mazoista karaktert, azt én még nem is próbáltam is, tudom. De kár, egy csomó dolog itt mellett. Igen, nagyon zsíres, hát ez a game. Csomó lehetőség. Ja, egy itemmel van szinergiában, ami dammol engem. Ja, vágom, mire gondolsz. Hát, 10 lakh. Ja, 10 lakh. Dynamit, plank. Ez nagyon jó, ez nagyon jó eddig. Na, hát ott van még egy plank, azt megfogjuk, és akkor rollolunk még egy kicsit. Még több fa, szevasz. Fa. Gyere, fa. Szeretem a fákat. Hát, hogy ölünk meg majd egy erősebb ellenfelet, azt nem tudom, de lassan eljön az idejük az erősebb ellenfeleknek.
kedves volt, így rám lőttek. Strange. Inkább újra hasznosítjuk. Range damage, lifesteal 6, max HP. Adjad a max HP-t. Ott elhozzuk az elemental damage-et. És akkor plank. Ja. Hát nem tudom mennyi plank-et akarok. Legyen 2 plankünk mondjuk. Shady potion. Van még egy plank. 55 ér. Na és ott egy shredder. Jó. Most fejlődtek a fegyvereink. Aszta, hát igen, ez baj lesz. Szerintem hamarosan elhullunk, vagy ebbe a körbe, vagy a következőbe. Tojás, nem sikerül likvidálni, akkor itt bajok lesznek. Na, már meg is jött az ellenfél. Legalább megnézhetitek, hogy hogy néz ki. Jó, ugye új. Jó, most már többen is vannak, szerencsére. Ő kell ki a tojásból. Ja, lehet kéne a attack speed. Még egy roll. Tessék. Plank. Shredder. Ez a citrom léz jó amúgy. Még egy plank. Ott lesz majd még egy plank. Hát az a plank már nem kell nekünk. Az helyzet, én a robbanós sebzés nevelést annyira nem érzem ebben a build-ben. Pedig biztos van. 4 olyan itemünk is van, de nem érzem azt, hogy most így erősebb lennénk. Szia Golden Samurai, szevasztok skacok. Na 7% crit chance, 9% dodge, nagyon jó, a recycle machine az kell nekünk. Hát elhozzuk a planket. A még egy shredder. Ott van még egy plank. Jó, többet nem rollolunk. A Soulstone Survival az így a napokban fog megjelenni, durantó. Fel kell tojálja a tekok parancsa, pedig meg tudjátok nézni, milyen gémekkel csapattam már. Nagyon lassú vagyok. Én most azt érzem jelenleg, ezzel a build-el. Az gond, az nagyon nagy probléma. Ezért kéne a citrom lép például. Nem is rossz. 3 a max HP, az biztos, hogy nem. 6% dodge, jöhet. Hát még 6% dodge, az is jöhet. Jöhet az újabb plank.
Nem tudom, hogy a Gentle Alien-t azt bevállaljuk el. Citromlé? Vízzel? Még vannak gerépa. Crit chance armorért. Mondom őszintén, egyik se szimpatikus innen. Ezek nem, nem, de miért ad ilyet, srácok? Hát innen nem tudok semmit se elhozni, olyan hülyeségeket ad. Ez nagyon jó volt. Csomó pénzt elköltöttünk a rerollra, úgyhogy nem adott értelmeset a játék. Az jó, hogy nem találtam. Az rám harapott. Mindjárt úgy rám harapnak, hogy vége lesz, skacok. Ez jó volt. Csomó reroll, a semmiért, Wave 10. Most eddig tudok eljutni, srácok. Wave 10, úgy néz ki, hogy Operation Wave 10. Azért most a Brotato-ba. Hát, majd megpróbálok legközelebb hosszabb ideig brotétozni. Általában, hogyha hosszabb ideig brotétozok, több órán keresztül, akkor több lesz a siker. Hát ez most nem jött össze. De legalább bemutattam nektek az új karaktert, és már úton voltunk afelé, hogy unlockoljuk a Huntert is, akihez a 300 range kell, hogy feloldjuk, és ő crossbow-val kezd. És akkor minden karakterrel tudunk majd játszani. Az már más kérdés, hogy hát a karakterek felével még az első danger szinten se sikerül túl mennünk. Tehát ilyen ez. Most jelenleg, hol az egerentyűm? Itt van. Most jelenleg 26 órán van benne. Még egyszer ennyi, és akkor már sokkal tapasztaltabb leszek, sokkal biztosabban mozgok így jelenségek között, meg válaszgatom majd az itemeket a megfelelő karakterekhez természetesen.